Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm a leendő 9. évfolyamot, a kedves szülőket, és kiemelten különösképpen a leendő 9. A osztály tanulóit, ugyanis én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy a következő tanévben osztályfőnökként az osztály élére állhatok. Engem Mucsiska Editnak hívnak, és 2014 óta vagyok az Irinyi János Református Oktatási Központ közgazdás szakos oktatója. A tanulóink a szakma keretén belül gazdasági ismeretek, statisztika, számvitel és a könyveléshez kapcsolódó tantárgyak keretein belül találkozhatnak velem az órákon. Kedves osztály, most biztosan nagyon boldogok vagytok, mert úgy gondoljátok, hogy nagyok vagytok, jön a középiskola, de ez némiképp biztos vagyok benne, hogy egy kis izgalommal is párosul, ugyanis nagyon sok új helyzet, nagyon sok új tanár és új osztályfőnök vár rátok. Viszont én teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy nagyon jó kezekben lesztek, jó magam és a kollégáim is mindent megteszünk majd azért és annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az átállásotok az általános iskola és a középiskola között. A tanulás mellett olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol tisztelik, segítik és elfogadják egymást a gyerekek. Olyan derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová szívesen jönnek minden nap, jól érzik magukat és barátokra találnak. Osztályfőnökként, szaktanárként a feladatom nagyon sokrétű lesz. Egyrésztről az ismeretek átadása, a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a motiváció, az érdeklődés felkeltése, a lemaradó tanulóknak a felkarolása és a harmonikus környezetnek a kialakítása. Célom, hogy a gyermekek iskolánk biztonságot nyújtó közegében váljanak kreatív, együttműködő, kötelességtudó egyéniségekké, szeressenek ide járni, legyen fontos számukra a közös élmény, legyenek nyitottak a világ iránt. Addig is nagyon javaslom, hogy látogassátok meg az iskolánk honlapját, kövessetek minket a Facebookon, nézzétek a képeinket, a bejegyzéseinket, hisz így egy kis ízelítőt kaphattok előre az iskolánk mindennapjaiból. Hamarosan találkozunk, addig is jó pihenést és ráhangolódást kívánok az új tanévre, és nagyon sok szeretettel várlak titeket. A viszontlátásra! Szeretettel köszöntöm a leendő 9-eseket. Nyessőné Anga Judit vagyok, angol szakos nyelvtanár. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a következő tanévtől a 9. B osztály osztályfőnöke lehetek. 20 éve tanítok, 9 éve vagyok az Irinyi Tantestületének tagja. Az osztályomban angolt fogok tanítani. Úgy gondolom, hogy az angol nyelv tudása elengedhetetlen a mindennapi életben való boldoguláshoz, legyen szó bármelyik szakról. Óráim kommunikációközpontúak, igyekszem a kornak megfelelő módszerekkel, pármunkával, csapatmunkával, PPT-s előadásokkal színesíteni a hétköznapokat, cserébe elvárom a folyamatos készülést, tanulást, az órákon való aktív részvételt. Az érettségi vizsga mellett a tehetséges fiataloknak lehetőségük van nyelvvizsgára is készülni. A tanulás mellett a keresztény értékek hangsúlyozása és gyakorlása is nagyon fontos számomra. Szeretnék egy egységes, boldog, szeretetteljes közösséget kialakítani, ahol a következő években rengeteg élményben lehet részünk. Bízom benne, hogy közös munkával 5 év után egy sikeres, tehetséges, boldog osztályt engedhetek majd a nagybetűs életbe. Köszönöm a figyelmet, áldás békesség! Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a leendő 9. évfolyamosokat, és elsősorban is az informatikusokat, mivel az lesz a feladatunk, hogy együtt jussunk el ennek az érdekes szakmának az elsajátításáig. Az évvégi megmérettetéseken, alapvizsgán, érettségén keresztül 5 év után a technikus vizsgáig, az első állásinterjúkig, illetve hát a felvételig. Molnár Gábor vagyok, a leendő osztályfőnökük, én fogom segíteni magukat az 5 év folyamán, amiben csak tudom, az iskolai élet dolgaiban és a szakmai
dolgok elsajátításában egyaránt, mivel informatikai szakmai tárgyakat oktatok. Legfontosabb célom, hogy jó érzéssel jöjjenek be reggel, és ugyanígy tudjanak hazamenni úgy, hogy minden nap tanulnak valami újat és hasznosat. Ennek pedig feltétele, hogy tiszteljék egymást, tanáraikat, segítsék egymást. Ezért fontos, mint ahogy Pál apostol is írja, minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Erre fogom sokszor emlékeztetni magukat, ha elfelejtenék. De először is találkozunk személyesen a beiratkozásokon, szeretettel várok mindenkit. Seres Otto vagyok, testnevelés földrajz szakos tanár. 2 éve kerültem az Irinyibe. Korábban dolgoztam tanárként a Tompa Mihály iskolába, Szalézi gimnáziumba, illetve hát egy sokkal-sokkal hosszabb időt töltöttem el más területen. Humánpolitikai osztályvezető voltam különböző nagyobb vállalatoknál 17 évig, ezt a munkát végeztem, és gyakorlatilag most így a 57 éves koromra, mert annyi idős vagyok, visszakerültem a pedagógus pályára, és visszatértem az eredeti szakmámhoz, a testnevelő tanárkodáshoz. Ahogy az intézmény vezetése felkért, én elvállaltam a 9. D osztálynak a osztályfőnöki megbízását. A 9. D osztály testnevelés szakos osztály lesz, reményeim szerint nagyon jó képességű testneveléssel jól foglalkozó, ügyes gyerekeket tudtunk kiválogatni az osztályba. Nagyon várom már azt, hogy találkozzak velük, és végre az osztály előtt is bemutatkozzak, illetve hogy együtt kezdjünk el dolgozni. Sok szeretettel várjuk őket ide az intézménybe. Gyakorlatilag a tanulmányaim, illetve az életem az nagyon röviden Nyíregyházán a tanárképző főiskolán végeztem földrajz testnevelés szakos tanárként, a Corvinus Tudományi Egyetemen végeztem közgazdász szakon, HR menedzser diplomát szerezve, és a Budapesti Műszaki Egyetemnek végeztem még el, a pedagógus szakvizsgát tettem, illetve ott végeztem el az intézmény vezetői diplomát, ott szereztem meg. Egyébként ezt vörös diplomával, ez a 4. diplomám, tehát kitűnő tanuló voltam. Nős vagyok, 2 gyermeknek az apja, és nagyon szeretek itt dolgozni az Irinyiben, szeretem a gyerekeket és a kollégákat. Az elvárások, én úgy gondolom, a testnevelés tagozatosokkal kapcsolatban a szaktárgyi oldalról lesznek erőteljesebbek, illetve a testnevelés oldaláról. Ezeket fogjuk jobban súlykolni, ugye ezt a szakmai végzettséget fogják majd kapni. A testnevelés órákkal kapcsolatosan én nagyon élvezem az intézményből a testnevelés oktatást, a tanítást, jó képességű, nagyon jó hozzáállású diákokkal találkoztam eddig, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy gondolom, hogy az Irinyi, ez egy jó választás volt a részemről. Áldás békesség, kedves 9. gyermekek! Asszonyi Galambos Katalinanet vagyok, Kazincz Barci Kánélek férjemmel és 3 gyermekemmel. 2006. szeptemberétől vagyok a pedagógus pályán. Matematika, számítástechnika szakos pedagógus vagyok. Dolgoztam szakiskolában, szakközépiskolában, gimnáziumban, tanítottam esti tagozatos gyermekeket, levelezőn, és most itt 1 éve az Irinyi János Református Oktatási Központban vagyok pedagógus. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a 9. E-osztályban én leszek az osztályfőnök, és egyben matematika tanár. Tudom, a matematika mumus a diákok körében, de szakmai tudásommal, személyiségemmel, a matematika iránti szeretetemmel igyekszem mindenkiből a legtöbbet kihozni és megszeretetni a matematika csodás világát. Nagyon várom, hogy megismerjelek titeket, ez egy nagy utazás lesz, amelyben lesznek életre szóló barátságok, szerelmek, valamint biztos lesznek nehézségek is, de hiszem, és mindent megteszek, hogy az elkövetkező 5 évben mindenki számára egy életre szóló élmény legyen. Számomra a keresztény értékrend is nagyon fontos. Bízva abba, hogy nem csak a tantermekben,
hanem az egyházi alkalmakon is fogunk találkozni. Én is református iskolába jártam, és sokat tapasztaltam, milyen jó ehhez a közösséghez tartozni. Örömmel tölt el, hogy a mi iskolánkat választottátok. Itt minden feltétel adott, hogy érettségit, szakmát szerethessetek. Én minden erőmmel azon leszek, hogy segítsem a saját utaitokat megtalálni. Sok lehetőségünk lesz összekovácsolódni, lesz írisznap, szőlőszemtábor, osztálykirándulás, reggeli áhítatok. Célom, hogy igazán összetartozó közösséget formáljak, ami tiszteletre és bizalomra épül. Várlak benneteket sok-sok szeretettel, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a szülőket, illetve a diákokat. Roskoni Szilágyi Ágnes vagyok. Kazincbarcikán élek a családommal, férjemmel és a két gyermekemmel. 17 éve kezdtem tanítani egészségügyi szakoktatóként. Az egészségügyi főiskola elvégzése után a Miskolci Egyetemen pedagógia alapszakos bölcsész végzettséget szereztem, majd az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatójaként neveléstudományi mesterképzésben, illetve pedagógia tanárszakon szereztem okleveleket. Jelenleg az Irényi János Református Oktatási Központban tanítok pedagógiát és pszichológiát minden évfolyamon. Segítem a diákokat a sikeres érettségre, illetve a szakmai vizsgára történő felkészülésben, valamint a tehetséggondozásban is részt veszek. Munkám során törekszem arra, hogy szeretetteljes kapcsolatot alakítsak ki a diákokkal, mert úgy gondolom, hogy ez az alapja a nyugodt légkör megteremtésének, illetve az eredményes munkának. Tanítási óráimon nagyon szívesen alkalmazom a páros, illetve a csoportmunkákat, valamint játékos feladatokkal próbálom segíteni az új tananyag megértését és elsajátítását.